Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A mai műsorunk vendége dr. Gelléri Julianna lesz. Köszöntelek ismét stúdiónkban. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Ma egy érdekes témát tűztünk ki a beszélgetésnek, ez pedig a pajzsmirigy egészsége. A pajzsmirigy az az időről szól. Vagy arról, hogy túl kevés az idő, vagy arról, hogy le akarom állítani az időt, mert nem tudom adott idő alatt megcsinálni azt az adott helyzetet. Az akadémikus orvoslásban az rendben van, hogy csinálnak laboratóriumi vizsgálatot, rendben van, hogy csinálnak ultrahangot, de nem kérdezik meg, hogy mi volt előtte. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor valami történik velünk, akkor az a történés az valaminek a következménye, hiszen azt szoktam mondani, hogy mi egy informatikai csoda vagyunk, ami nem romlik el, de vannak élethelyzeteink, amiben üzen a testünk, ezt minden szervnél el tudom mondani. Hát az anyagcsere serkentő hormonokat termeli. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos valóban, hogyha mondjuk például lecsökken a pajzsmirigy hormon, akkor nagyon sokszor annyira lelassul az anyagcsere, hogy mondjuk egy elhízás következik. Tehát mik lehetnek? Megnagyobbodik a pajzsmirigy, akkor több hormon termel a pajzsmirigy, akkor csak úgy nagyobbodik meg, hogy egy ilyen egyenletesen megnagyobbodik, amit golyvának szoktak, vagy göbössé válik, és aztán, ugye, mint mondtam, vagy elbontodik, vagy nem. Viszont, hogyha sokszor ott kattogunk a konfliktus és a megoldás között, akkor az tud történni, hogy kevesebb szövet termelődik, mint amennyi visszaépül, és akkor úgy fogy a pajzsmirigy. Ugye a pajzsmirigy túlműködéséhez szaporapulzus is társul. Ez sem marad így, mert ugye a gyógyulás végére ez rendeződik, na de mikor valakinek szaporapulzusa, akkor először a kardiológiára fogják küldeni. Vagy esetleg ritmuszavart érzékelnek nála, akkor hopp, már is ott van, hogy adnak rá valami gyógyszert. Igen. Itt a pajzsmirigy vezetéknél például van egy ilyen, hogy tehetetlenség, egy ledermedés. Tehát, hogy valamit meg kéne csinálni, de valahogy nem, egyszerűen nem vagyok rá képes, konfrontálodok, leblokkolok egy bizonyos helyzetben, vagy például tudom, hogy nem szeretnék valamit, de egyszerűen még abba is félek belegondolni, hogyha mégis megtörténik, és én ott állok, és nem tudom megtenni azt, amit meg kell tennem.